Sziasztok! Ebben a videóban egy kicsit a lengyel kinematográfiáról szeretnék beszélni. 5 lengyel filmet választottam, amit szeretnék nektek ajánlani. Természetesen ez a kiválasztás nagyon szubjektív, és minden lengyel más-más filmet szeret. Olyan filmekről fogok beszélni, amelyek különböző időszakok ről beszélnek. És célom, hogy a lengyel történelem iránt érdeklődő láthasson ebből valamit. Akkor kezdjük! Kátyny. Ez Vajda Andrzej, nagyon népszerű lengyel rendező egyik filmje. Panowie, musicie wytrzymać. Bo bez was a film a Katyń verengzés történetét beszéli el, amit az 1940 évben történt, és az oroszok meggyilkolták a lengyel elitnek. A legjobb lengyel színészek játszanak ebben a filmben, és a film nagyon megindító. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kellene nézni, hogy megérthessen a lengyel-orosz kapcsolatokat. Miasto 44. Ez igaz, hogy sok lengyel nem szereti, mert van benne néhány furcsa, speciális effektus, de én nagyon szeretem. Od teraz będziemy razem jeść, spać, a może nawet śpiewać. Ez egy film a németek elleni varsói felkelésről, ami 1988-ban történt. De ez egy film fiatalember perspektívájából. A történet tragikus, mert ennek felkelésnek nem volt esélye győzelemre többek között azért, mert nem volt sok külső támogatás. Például az oroszok mellett voltak, de egyáltalán nem segítettek, és csak néztek. Ez a véleményem, hogy ez a film nagyon jó, mert a fiatalok közötti kapcsolatok mellett a lengyel tragikus, de húsi és történelmet lehet belőle megismerni. Ráadásul a zenéje is csodálatos. Zimna vojna. Ez egy fekete-fehér film, Pawlikowski Paweł rendezésében, ami egy évvel ezelőtt volt a premierje. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. A film a legjobb idegen nyelvú kategóriában Oscaron volt ebben az évben, de sajnos nem nyert semmit. Éveiben játszódik, és ezért is sok politika van benne. De egy fiatal movic szenvedélyes történelmet meséli el. Sok lengyel folklort is lehet látni, főleg lengyel néptáncok. A főszereplő Kulik Joanna, aki most a leghíresebb lengyel színésznő. Mis, végre egy komédiáról beszélek. A Mis a lengyel népköztársaság idején készült. A rendező gyereket várt uralkozása alatt a kommunizmus valóságát mutatja meg, szatirikus és elhúzott hangon. Ez a film egy kultfilm, és nem tudom, hogy van-e olyan ember Lengyelországban, aki nem látta ez a filmet. Mindenki ismeri a film vicces párbeszédeit. Én milliószor láttam ez a filmet, de továbbra is imádom. Dzień świra. Néhányan azt mondják, hogy ez a film egy komédia, mert sok vicces dolog van benne, de nekem az inkább tragédia, vagy dráma. Éjjel
csak alszom. Én is. Nappal csak járok. Én is. Éjjel csak alszom. Mint egy baromfi udvar. A film elsősorban az élet magányos és monoton harcáról szól. Ez egy film Miałczyński Adam főszereplő életéről szól, aki egy ideges ember. Ebben a filmben sok ikonikus szöveg is létezik. Azt gondolom, hogy minden film, amiről mondtam, az angol vagy magyar felirattal vagy szinkronnal található az interneten. Megpróbálok leírni alul, hol találhatjuk meg őket. Legyetek szívesek, írjátok meg nekem, hogy ismeritek valamilyen lengyel filmet, és melyik a kedvencetek, plusz melyek a kedvenc magyar filmetek. Azért kérdezem, mert azokat a magyar filmeket, amit imádom, és szeretnék csinálni egy filmet. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy tetszett a videóm, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és sziasztok!